5 templomfesztivál, édesnapok, kihagyhatatlan filmzenék a filharmonikusoktól. Ez a mai Kultúra rövid ismertetője. Köszöntöm a kedves nézőket! Nem csak a kulturális összefoglalók miatt érdemes ma velünk tartani, hanem a meghívott vendégek miatt is. Szombaton fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte az apátsági pincészet, így stábunk is ellátogatott Pannonhalmára, ahol Várszegi Asztrik főapáttal is készült interjú. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte az apátsági pincészet. Mesterkurzusok, előadások, pincészeti séta is várta az érdeklődőket, na meg persze az elmaradhatatlan bencés borok és pannonhalmi ízek. A komplexum 2003-as átszervezése óta példátlan fejlődésen ment keresztül a vidék, az itt készült nedűknek pedig gyorsan híre ment, nemzetközi szinten is. A jubileumi rendezvényen volt olyan látogató is, aki 25 éve nem járt Pannonhalmán, így még inkább lenyűgözte az átalakulás. Nagy öröm egy ilyen csodálatos helyre jönni, amit ilyen gyönyörűen megcsináltak. Én körülbelül 25 évvel ezelőtt jártam itt, és ahhoz képest fantasztikus a fejlődés, ami meg a borcsoki kurzust illeti. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen, hogy mondjam, úttörő próbálkozást is bevállaltak az eseménynek a rendezői. Nagyon kellemes volt, én szerintem hangulatos. A pince és a borászat amúgy is fantasztikus, ez a teljesen modern borászat, és én szerintem a mai igényeknek és az ízlésvilágnak és ezeknek az újabb trendeknek tökéletesen megfelelt a tálalás, illetve az egész kínálat. Én nagyon meg vagyok vele elégedve, és ahogy én láttam, a többieknek is nagyon tetszett és ízlettek, a borok meg kifejezetten nagyon kellemesek. A borhoz először is rá kell hangolódni, az egy hangulati dolog, én úgy érzem, és a második pedig az, hogy akkor egy nagyon jó borra van szükség. Pannonhalmi borokból én megmondom őszintén, eddig a Tricolis Cuvée volt az, ami ugye a piacon jobban bevezetett és általam is ismert volt, illetve hát ez a végén a vörös bor, az infúzió, amit volt alkalma már kóstolni, ez felveszi a versenyt a legjobb szexárdi és villányi borokkal is. Az apátság vezetése szerint gyorsan elszállt az egy évtized, rengeteg munka van a hátuk mögött, de mindenképpen megérte a fáradozás. Hihetetlenül gyorsan elszállt a 10 év, szinte tegnap volt. Szerintem az előkészület az sokkal nehezebb és ilyen aggodalommal teli időszak volt. Aztán tehát egyáltalán megtervezni szőlőterületeket, hogy fogunk visszaszerezni, megvásárolni, ki legyen a borász, hol épüljön a pince, milyen legyen egy pince most a 21. században. Akkor volt egy nagyon intenzív időszak az építkezés, megépíteni, eltelepíteni, és azt követő évek, azok pedig így a gyarapodásnak az évei voltak, évről évre lecserélni területeket, újra ültetni régi ültetvényt, egyre több bor van, most már egy étterembe is meg lehet jelenni, mert 2 hónap múlva nem fog elfogyni az a mennyiség, és nem kell újra kiadni egy itallapot. Szóval így a bővülésnek az időszaka volt, ami egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon szép időszak. A borkultúra az hozzátartozik az apátságnak a küldetéséhez, és valahogy ebbe az egészbe szeretnénk ezt elhelyezni. Egyrészt fölértékelte a borvidéket, az, hogy nevelett az apátsági bornak, sok helyre jut, külföldre is, és mindenki érzi, aki itt szőlővel, borral foglalkozik, hogy az övé is gazdagodott ezáltal, ismertebbé vált. És ezt egy bátorságban is látjuk, hogy már egyre többen telepítenek szőlőt, máshol fogy a szőlőterületeknek a száma, a hektár száma, nálunk pedig növekszik. Ez úgy érzem, hogy egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig a szőlő meg a bor, az a kereszténységben nem csak a kultúrához tartozik, hanem a kultuszhoz is. És így ezt együtt tartva mindenképpen fontos küldetése az apátságnak.
A főapát is büszkén tekint vissza a múltra. Az apátságban készült borok ugyanis beváltották a termeléshez fűzött reményeket. Soproni vagyok, borvidékről származom, és én mindig a vörösbort előnybe helyezem, de Pannonhalma az elsősorban fehérbor termővidék, és hogy milyen, hát kérem, a puding próbája, a kóstolás, az evés, ezt sorba kell próbálni, és akkor rájön arra az ember, a kedves látogató vagy a borkedvelő, hogy nagyon nehéz azt mondani, talán ez kevés, hogy jó, elegáns, intelligens, nagyszerű boraink vannak, és ezt nem az elfogultság mondatja velem. Nagyon sok pártoló tagunk volt az elmúlt 10 esztendőben, nagyon sok kritikusunk is volt, de én azt gondolom, hogy időnként meg kell állni, bár az apátság 1016 éves történelme mellett ez a 10 év, ez elenyésző, de mi most élünk, és meg kell köszönni mindazoknak, akik ebben segítettek, és el kell mondani az örömünket mindazoknak, akik velünk együtt tudnak örülni, hogy az egész ország javára, az egyház érdekében és saját magunk örömére valami jót sikerült cselekednünk. A jubileumhoz kapcsolódóan egy új kiadványt is bemutattak az apátságban. Az elmúlt 7 évtizedben egy németországi kolostor Münsterschwarzach volt Pannonhalmára spirituálisan, szellemileg és gazdasági tekintetben a legnagyobb hatással. Én Münsterschwarzachot mindig mintaként tekintettem Pannonhalma újjászervezésében. És ennek a kolostornak a szerzetesen Anselm Grün atya, és az ő A Bor című könyvét, A Bor, Ég és Föld ajándéka, ezt fordítottuk le magyarra, és egy ragyogó szintézise Pannonhalmának és Münsterschwarzachnak, mert Anselm Grün szövege és pannonhalmi képekkel próbáltuk illusztrálni, hogy így legyen aktuális, és nagy örömre szolgál, hogy Bruder Linus, a négy torony Firtürme Verlagnak a kiadója is itt van, ő szerzetes ugyancsak Münsterschwarzachból, és ő vezeti a Münsterschwarzachiaknak a könyvkiadóját, és velük kooperálva sikerült ezt a könyvet mostanra kiadni. Ha lemaradt volna a pincészet ünnepi rendezvényéről, pótolja mielőbb, hisz Pannonhalma és az apátság borait feltétlenül meg kell kóstolni. Június 17-e és 23-a között 9. alkalommal rendezik meg Győrben a Magyar Táncfesztivált a Győri Balett szervezésében. A rendezvény a magyar táncművészet egyik legrangosabb eseménye, ahol a hazai vezető együttesek idén is számos premier darabbal képviseltetik magukat. Az idei fesztiválról most Kis Jánost, a társulat igazgatóját, és Fekete Miklóst, a Győri Nemzeti Színház tánckarának vezetőjét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan áll most a készülődés, hiszen június 17-e nincs is már olyan nagyon messze? Hát közel 5 hónapja szervezzük az idei táncfesztivált. Nagyon boldog vagyok, hogy egy különleges alkalom lesz, hiszen nem véletlenülök Mikivel, hiszen a Győri Nemzeti Színház és a Győri Balett közös együttműködése révén rengeteg újdonság lesz. Tehát aki ismerte eddig a fesztiválunkat itthon, otthonunkban, Győr városában, a régióban, országszerte, minden évben megpróbálunk valami újdonsággal meglepni a táncra szerető közönséget, úgyhogy erről majd bővebben. Azok a programok, amik évről évre ezen a táncfesztiválon megjelennek, azok mostanra már szinte elvárásként szerepelnek az emberek előtt. Lesz most egy ilyen újdonság, illetve mik azok az ilyen nagyon standard és nagyon-nagyon mindig visszatérő programok, amire idén is lehet számítani? Ugye minden évben van egy szlogene a fesztiválnak. A tavalyi évben táncol az egész város, és jóformán ez most már minden évben lehetne ez a szlogenünk. Idei évben egy különleges alkalom kapcsán táncolj és mosolyogj a fesztiválunknak a mottója. Kedves nézők biztos ismerik, és a médiában találkoztak már Mosolykával. Hozleiter Fanniról van szó. Így igaz, Fanni, aki sajnos tolószékbe kényszerül
kényszerült, és óriási vágya, hogy táncoljon egyszer, és én nagyon bízom benne, és nagyon drukkolunk neki, hogy meggyógyuljon. Polgármester úrral, Győr megyei város polgármesterével, Borkai Zsolttal, Mosolyka nyitja meg a fesztiválunkat, ő a védnöke. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ebben a terhelt világban nagyon nagy szüksége van az embereknek arra, hogy jól érezzék magukat. Én úgy érzem, hogy ez a fesztivál minden programja, tehát akár azokra is gondolva, akik talán jegyet nem tudnak vásárolni, de mégis a táncot szeretik, és szeretik művelni is. Tehát a kinti téren, a színház előtti téren ingyenes programokkal várjuk a kedves nézőket a nagy színházban, a nagy színpadon, a kisfaludi teremben, a zsinagógában, különböző intézményekkel együttműködve, a múzeumok éjszakáján is lesz tánc. Tehát rengeteg program, ami a professzionális együttesek, ahogy említetted, a standard programok, az Experience például a legújabb produkcióját hozza, alig várják, hogy fellépjenek. Most ma beszéltem Román Sanyival. Tényleg még ne is menjünk bele a részletekbe, hanem egy picit térjünk át arra, hogy a Győri Nemzeti Színház Tánckara milyen fajta eseménnyel vesz részt ebben a nagyszerű hétnapban, a második napon. Hát idén én is nagyon örültem ennek az ötletnek, hogy legyen egy ilyen program a Táncfesztivál keretein belül, ahol az ország különböző színházainak, illetve a színház tánckarainak legyen egy estje, ahol először is én azt gondolom, hogy teljesen jó, hogyha az embernek lehetősége nyílik arra, hogy megismerje a másik munkáját, a másik tánckarok összetételét, számos kollega van, osztálytársak, stb. Tehát és az ember évad közben egyébként sem nagyon tud lehetőséget teremteni arra, hogy az elfoglaltság miatt, hogy egy ilyen programot megcsináljunk. És idén most 7 színházat sikerült megnyernünk erre a programra. Hát sajnos nem sikerült mindenkivel úgy az egyeztetés, hogy szerettük volna, mert sok helyen még tart az évad, és az előadások miatt ugye nem nagyon tudnak még a táncosok elszabadulni, és ez egy 2 napot felölelő program, tehát nem csak egy este, hanem Tihanyi Ákost fogjuk vendégül látni egy kurzusra. Ő fogja elkészíteni ennek az egész találkozónak a fináléját tulajdonképpen. Úgyhogy lesz egy ösztánc a végén? Igen, azt terveztük, hogy mégiscsak egy nagy happy end-el érjen véget ez a dolog, hogy legyen egy közös, egy ösztánc, amivel bezárjuk ezt az estét, és erre Tihanyi Ákost kértük föl. Hát ő 2 napot fog ezen dolgozni, és hát amennyire tudom, már mindenki nagyon lázasan várja ezt az alkalmat. Miki említette az imént, hogy a ritmus, az, hogy mely társulat éppen hol tart a saját évadában, az azért ilyenkor nagyon meghatározó. Hogyan lehet azt megoldani, hogy azok a társulatok, azok a táncosok, akik eljönnek ilyenkor, premier darabokat vagy friss dolgokat mutatnak mindenhol, ugyanúgy folyik a munka az országban, ugyanabban a ritmusban? Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát nagyon intenzíven kell egy táncosnak élnie, tehát ez nagyon fontos, hiszen nagyon rövid az időnk, úgyhogy egy táncos akkor érzi jól magát, hogyha rengeteget táncol és rengeteget dolgozik. Az, hogy visszatérve a tánckarokra, rengetegen jelezték, tehát a nemzeti színházak közül, hogy nagyon-nagyon boldogok és örülnek neki, amit tényleg nagyon sajnálok, hogy nem tud eljönni mindenki, mert egy nagyon felemelő érzés lesz szerintem. Meg is kérdezték tőlem, hogy miért nem lesz verseny. Nem szeretnénk versenyt, mindenkinek győztesnek kell lenni, és szerintem a legnagyobb győztes ez a közönség lesz, hiszen én úgy gondolom, hogy minden egyes társulat a legjobb produkciót akarja elhozni, hiszen arról szól, hogy örömet akarnak szerezni, és a legjobbak akarnak lenni, ez nagyon fontos. Mosolyt biztos, hogy kapnak majd az emberek ettől a fesztiváltól. Szakmailag mit kapnak a táncosok, akik részt vesznek akár a teljes hétben, úgyhogy nézők, vagy részt vesznek egy workshopon? Mennyire jelent ez fejlődést? Hát mindenféleképpen, tehát én azt gondolom, hogy eleve az, hogy megnézni más együttesek munkáját, most eltekintve nem csak a tánckari találkozóról beszélve, hanem az összes többi professzionális együttes előadását megnézve, én azt gondolom, hogy az ember minden egyes ilyen alkalomból csak tanulhat. Ami pedig most konkrétan a mi részünket illeti, az meg egy egészen elképesztő élmény lesz szerintem, mert bármennyire is azt mondjuk, hogy nem egy versenyről beszélünk, de mégiscsak mindenkiben ott lesz, hogy megpróbálja
a jelenlegi repertoárjából a legjobbat, és ami a legjobban tükrözi annak a tánckarnak a színvonalát. Tehát én is, amikor kiválasztottam a darabot, amit mi szeretnénk megcsinálni, én is arra figyeltem oda, hogy egy olyan világot próbáljunk meg bemutatni ezen belül is, ami azért nem annyira szokványosan jellemző egy tánckarra, tehát hogy operettbetéteket csinálunk. Akkor picit kitörtök a korlátok közül, vagy a keretek közül? Igen, én szeretnék egy kicsit, és nem is csinálok titkot ebből, nekem a pályafutásom egyik legnagyobb élménye Imre Zoltán volt, amikor a Grand Hotel című musicalt csináltuk vele együtt. Ez volt neki itt az első darabja, amit koreografált, és ezen belül ő készített a tánckarnak egy koreográfiát, az volt a címe, hogy a Szerelem és Halál, ami egy teljesen egyedi részét képezte az előadásnak, tehát egy olyan táncbetét volt, eleve az egész előadás olyan volt, amire mi táncosok azon a napon, amikor azt az előadást játszottuk, az egész napunkat meghatározta, mert egy olyan intenzív munka volt, és hát ez a koreográfia, amit ő készített, mint egy önálló tánckari produkciót, ez mindnyájunk kedvence volt, és én arra gondoltam, hogy az ő emlékére is, illetve a szakmai részét tekintve is mindenképpen ezt szeretném bemutatni. Nem csak a Győri Nemzeti Színházzal kapcsolódik össze most a Győri Balett a Magyar Táncfesztiválban, hanem például egy olyan győri gyermekeknek szóló programmal is, aminek szintén tért ad, ez pedig a Győrkölc Fesztivál. Ők hogyan kapcsolódnak be ebbe az egy hétbe? Tényleg nagyon jó a kapcsolatunk Kocsis Rozival és a Győri Báb Színházzal, ők is kitűnő és megszállott művészei városunknak. Győrkölc toborzót tartunk, tehát ez már egy hagyomány, hogy felkészítjük a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek, minél többen élvezzék ezt a felhőtlen, egy csodálatos ünnepet, mert hiszen a miénk a táncművészek ünnepe, és ez pedig a gyerekek ünnepe és a bábművészek ünnepe, meg a nagy családoké, úgyhogy ez egy nagyon jó kapcsolat, egyik fesztiválból áthúzunk a másikba. Mindkét úriembert, mint táncost kérdezem most, hogy ha táncosként gondolják át ezt az egész egy hetet, akkor mi tűnik a legvonzóbbnak? Mi az, ami élményben a legtöbbet kínál? És ez most egy nagyon szubjektív kérdés. Nyilván minden máshogyan fog majd élményt adni, most egy ilyen egyéni dolog, és a válaszadás sorrendjét azt nem is mondom meg. Akinek előbb megvan, az mondja. Hát én megmondom őszintén, a legvonzóbb program az lesz, amikor felkerül az együttes a világhálóra, és megnyomja majd egy francia rendező, 33 ország fogott össze, hogy a mosoly arcok felkerüljenek a világhálóra, és ez egyfajta üzenet. Ez egy felemelő pillanat lesz akkor. Így igaz, tehát este 9-kor a színház előtti téren Mosolyka fogja elindítani, hiszen ő lett a világ mosoly nagykövete, ami egy nagyon fontos dolog, hogy egy magyar hölgy a mosoly nagykövete, hiszen Magyarország sajnos arról híres, hogy depresszívek vagyunk. Pont a pozitív gondolkodás, az optimizmus kell, hogy sugározzék, és én megmondom őszintén, az lesz a legnagyobb felemelő érzés, amikor esténként szép idő lesz, és az emberek táncolnak. Ez így, én csatlakoznék az igazgató úrnak az elmondásaihoz, mert szerintem is ez az egész program olyan, hogy én legalábbis amióta itt Győrön belül ezt végigkísérem, hogy igazándiból nem is nagyon tudnék semmit kiemelni, ami nekem az egész egy óriási élmény, és pontosan attól, hogy az egész városban érezni, hogy egy kicsit fellendül az élet, az emberek vidámak, mindenhol táncolnak, és nagyon-nagyon jók szoktak lenni a külső programok és a Széchenyi téren, a színház előtti színpadon. Tehát minden ember, aki ehhez egy kicsit is valamiféle vonzódást érez, és szereti, és szórakoztatja, mindenki megtalálja benne a maga számára a pozitívumot, és nekem azt gondolom, hogy ez ebben a legjobb. Azt kívánom, hogy minden program úgy valósuljon majd meg, ahogy ezt eltervezték, a nézőknek pedig ezeket a brossúrákat, amiket a városban lehet találni, ajánlom, hiszen ebből aztán a program részletesen is elolvasható. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük szépen. Star Wars, Harry Potter volt egyszer egy vadnyugat. Jól ismert, díjazott alkotások, melyek ezúttal nem vizuálisan elevenedtek meg, hanem a Győri Filharmonikus Zenekar színpadán, hangban. A társulat az alkotások ismert zenei betéteit dolgozta fel, Wagnertől John Williamsig. Az összeállítás elsöprő sikerét borítékolni lehetett, a tervezett előadások mindegyike teltház előtt zajlott.
Füke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója köszöntötte május 9-én este a Richter teremben megjelenteket. A bérletes előadások utolsóit játssza ugyanis ezekben a napokban, hetekben a társulat. Egy nagyon szép évadon vagyunk túl, rengeteg sikeres koncert és sok-sok emlékezetes este van a hátunk mögött. Ezúttal szeretném önöknek megköszönni az egész éves megtisztelő figyelmet, az odaadó szeretet, higgyék el, hogy ez nekünk a legeslegfontosabb, hogy önök jól érezzék magukat. Ez a sikeres évad, ez kivételes módon ebben az évben kitüntetésekkel, különböző elismerésekkel is járt. Leginkább a művészeti vezetőkön keresztül díjazták a zenekar munkáját, aki Győr-megyei város Kurve díját kapta meg, illetve a köztársasági elnökség lovag keresztet kapott. A rövid köszöntő után aztán kezdetét vett a nagy utazás a filmzenék világába. Ezúttal olyan klasszikus művek betétei csendültek fel, mint például a Star Wars, a Harry Potter, az Indiana Jones, a Titanic, vagy éppen a Volt egyszer egy vadnyugat. A karmesteri emelvényen a zenekart Hollerung Gábor irányította. Ez egy relatív nehéz műsor egyébként, tehát én szoktam mondani egyébként a közönségnek, amikor a koncertet ismertetem, hogy amíg önök jól szórakoznak, addig mi meghalunk már, mint a zenekar, mert ez egy nagyon fárasztó és igényes és virtuóz program. Úgyhogy relatív sokat kellett dolgozni, és nyilvánvalóan pedig az a tény, hogy az ember mondjuk egy programot, mint például ezt a programot sokat csinálta, pláne a saját zenekarával, értelemszerűen kialakít bizonyos elvárásokat, rutinszerű, amit hallani akar, de én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jól ment. És persze azért az igazsághoz tartozik, hogy nem először vagyok azért itt, már két hosszú sorozatot végigcsináltunk a zenekarral, amik fiataloknak voltak, de ezek a legfontosabbak, és nagyon-nagyon jó érzéssel távoztam mindig innen Győrből. Egy munkát szerető együttes, tetrekész, jó erőkből áll, és hajlandó és képes követni mindazt, amit egy előtte álló ember felé közvetít. Megérzésem szerint pillanatnyilag a legjobb állapotban lévő nem fővárosi zenekar a Győri Együttes, és egy borzasztó jó műsorpolitikát is csinál, és egy borzasztó nyitott együttes, rengeteg mindent, és hát abból is, hogy ez a koncert is kétszer Tesztház előtt fog menni, abból is látszik, hogy megteremtette magának a közönséget, ami ma nagyon-nagyon fontos. Filmzenék fognak felcsendülni a ma este folyamán, és említette, hogy nagyon-nagyon sok mindent követel ez a mai előadás a zenészektől, de mit követel ez az előadás a karmestertől? Lényegében azt lehet mondani, hogy semmi más nem követel, mint bármilyen más koncert, mert ami a muzsikusoknak nehéz, az adott esetben számomra is nehéz, vagy pontosabban ugyanazt a felelősséget rója rám, mint egy Mahler szimfóniában, vagy egy opera előadásban. Ráadásul ugye a hangverseny első fele szándékosan klasszikus műveket játszunk, tehát olyan klasszikus alkotásokat, vagy annak részleteit, amelyek filmekből váltak híressé. Éppen mutatva a közönség számára, hogy a klasszikus zene nem ördögtől való, és a hétköznapunkban nagyon sok mindenben jelen van, és adott esetben fel se ismerjük, hogy mennyire ismerünk, vagy nem is gondoljuk, hogy mennyire ismerünk egy művet. Másrészt pedig az imádott és oly hatásos filmzene nem létezne ám klasszikus elődök nélkül. Ugye a hangversenyünket Wagnerrel kezdjük, nem véletlenül, azért mert ha a közönség nem is ismeri a Wagnert nagyon, és pláne fél tőle, hogy hú, hát az olyan nehéz, hosszú, meg nem tudom micsoda, akkor rá fog jönni, hogy az a
filmzene, ami annyira népszerű, és mondjuk az emblematikus adott esetben, mint a Csillagok háborúja például John Williams, az nem létezne Wagner nélkül. John Williams egy abszolút wagneri mechanizmust hangszerelésben és dallamalkotásban rengeteg mindent tanultak ezek a filmzeneszerzők Wagnertől. Nem véletlenül Wagner volt az első összművészeti zeneszerző, aki minden részletére figyelt ugye egy előadásnak. Másfelől pedig egyébként azok a filmzenék, amiket mi eljátszunk, azok nem olyan kis pici részletek a filmekből, hanem ezek a szerzők által megkomponált igényes kvázi hangversenyszvittek. Tehát a Csillagok háborújából is nem tudom hány témát fogunk hallani, amelyik a kvázi, ugye ez még a most már negyedik résznek számító ős első résznek a zenéje gyakorlatilag. Ugyanazt kell közvetítenünk, mint egy Smetana Moldva szimfonikus költeménynél, vagy egy Liszt szimfonikus költeménynél. A dolognak van eleje, van tetőpontja, vannak drámai összeütközések, vannak szembeállások. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon normális koncert ilyen szempontból. Megint más kérdés, hogy éppen azért, mert a dologhoz kapcsolódó társművészet, a film publicitásra olyan mérhetetlenül nagyobb, mint a komoly zenéjé, értelemszerűen, hogy rengeteg olyan ember is ismeri és szereti is ezeket a zenéket, aki egy adott esetben Beethoven koncertre nem jönne be. A művészek is a darab nehézségét és nagyszerűségét hangsúlyozták. Minden hangszernek a saját adottságaihoz képest nehéz, mert ugye a vonósok rengeteget játszanak. Nagyon-nagyon intenzíven és nagyon-nagyon gyors futamokat kell eljátszaniuk, ami természetesen a más klasszikus darabokban is előfordul, de itt azt gondolom nagyon-nagyon töményen. Nekünk, rezeseknek, hát egyrésztről egy óriási élmény ezt játszani, hiszen szinte mindnyáján láttuk ezeket a filmeket, és hát akkor is nagy élménnyel hallgattuk azt a zenekart, amelyik játszotta. De ami a nehézsége az, hogy nagyon sok magas hang van benne, nagyon-nagyon hangosan kell gyakran játszani, ami a részfos hangszereknek viszonylag megterhelő. Viszont utána azonnal valami csodálatosan puha, lágy dallamot kell játszani. Tehát mindenkinek megvan az a felelőssége és az a dolga, hogy itt aztán tényleg apait, anyait beleadjon. Nem véletlenül, hogy két koncert van egymás után, és ha jól tudom, itt a kollégáktól mind a kettő teltházas lesz, és hát én azt gondolom, hogy ez óriási siker, nem csak itt, hanem bárhol a világon, hogyha két teltházas koncertet tudunk csinálni. Másrésztről meg hát természetesen, ahogy előbb is mondtam azért, ezeket a filmzenéket eljátszani viszonylag ritkán adatik meg, bár azt el kell mondanom, hogy pár évvel ezelőtt Ennio Morricone-val ugye itt egész turnét csináltunk, és hát akkor belekóstoltunk ebbe a millióbe, és hát ott tényleg előfordult, hogy 10-15 ezer ember előtt kellett játszani. És valahogy én azt gondolom, hogy mai napig a zenekar egy jó részének ez a mai napig visszajön, és egy olyan érzést ad, hogy tényleg beleborsózzunk néha ezekbe. Megvarják a gyermekek álmait a Te rajzolsz, én varrok alkotó csoport tagjai. Az ügyeskező anyukákból, lányokból álló társaság nagyjából egy éve kezdett gyermekrajzokból plüssfigurákat készíteni jótékony céllal. Idén május 25-én a nagy gyermeknapi rendezvényükkel ünneplik meg az alkotó csoport első születésnapját. Vendégeim a stúdióban az alkotók. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét, sziasztok! Egyszer csak valakinek kipattant a fejéből, hogy egy gyerekrajz alapján megvar egy figurát. Így történt? Igen, egy kanadai anyuka ötlete alapján született meg Magyarországon ez a kis kezdeményezés. Nekem a nővérem küldte át ezt az ötletet,
és a Facebookon van egy alkotócsoport, ahol többen voltunk, és ott felvetettem ezt, hogy ebben kéne kezdeni valamit Magyarországon, és ott megalakult egy kisebb csoport, és akkor így kezdtük meg a pályafutásunkat a kanadai anyuka beleegyezésével, tehát mi kikértük az le volt engedélyt. Védve ez az ötlet? Nem volt levédve, de mi úgy gondoltuk, hogy ez így fair, hogyha őt azért így megkérdezzük, hogy mi ezt csinálnánk ilyen jótékony formában, és hogy van ellene valami kifogása, de természetesen nem volt, úgyhogy ez így egy gyereknapi pályázattal el is kezdődött, küldték a gyerekek a rajzokat, és mi megvartunk 56 lényt. A mi dolgot fejtsük ki egy kicsit, kik tartoznak ebben a lényben? Hát 30 darab anyuka, nagymama, alkotókedvű hölgy, úgyhogy főleg hölgyek, tehát és nem kifejezetten csak varrónők, hanem anyukák. Ki hogyan kerül bele? Ki hogyan került bele ebbe a harmincba? Igen, mindenki a Facebookon keresztül, egy nagyobb kézműves csoportban benne voltunk, és akkor onnan kerültünk ki így 30-an. Ti személyesen ki hogyan került bele? Tehát mi volt az első élmény? Mi volt az első esetlegesen elkészített figura? Hát vissza se lehet rá emlékezni? Hát a tavalyi gyermeknapi figurák voltak az elsők. A tehát akkor nem úgy volt, hogy először a saját gyerkőcöknek készült, hanem már rögtön belevágtunk egy pályázatba. Igen. Vannak gyerekek mindkettőtöknél? És ők hogy viselik azt, hogy megszületnek ilyen csodajó alkotások, és aztán nem lehet őket megtartani babusban? Mindenből szeretnének ők is egyet. Azt nem ért. Legalább. Igen, de lassan hozzászoknak, hogy így elmegy. Van egy, és akkor elmegy, de mindig jön újabb. De hát nyilván nekik is varrunk. Mondjuk az én kislányom még nem tud úgy rajzolni, hogy meg lehessen varni. A mesterségbeli tudás hogyan került a birtokotokba, illetve van-e akinek ez szakmája, amivel most foglalkoztok, a varrás, alkotás? Van, igen, a csoportunkban egy-két, például a Kata tag, aki alapvetően varró, nőképzettségű, vagy hasonló képzettségű, de alapvetően mindenkinek úgy jött ez, hogy otthon maradt a gyerekekkel, jött az ihlet, hogy hát varni kellene valamit a gyereknek. Mindannyian a csoportban egyébként kézművesek vagyunk, vagy hát így varogatunk, kötünk, horgolunk, mindenkinek van saját kis vonala, amit csinál, és mint ahogy Kata is mondta, emiatt volt egy alkotócsoport már eleve egy nagyobb létszámú a Facebookon, tehát onnan így virtuálisan ismertük egymást, és ahogy jött ez az ötlet, mi ebből a nagy alkotócsoportból kiválva maradtunk 30-an, és akkor jött a gyermeknapi pályázat ötlete. Mi azt gondoltuk alapvetően, hogy lesz egy pályázat, és kész, mert hogy ez egy jó ötlet, és valamit kezdjünk vele. De aztán úgy gondoltuk, hogy itt nem lehet megállni. Meg a vélemények is azt igazolták, hogy ezt ne hagyjuk abba, mert nagyon jó. Csak közben megmutatom a nézőknek, hogy például egy ilyen rajzból, amit most itt a kezemben láthatnak, megszületik az a figura, aki így néz ki, és hát a hasonlóság azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szembetűnő, és ez mindegyik kis alkotásnál, amik itt az asztalon találhatok, majd közben néhányat még fogok mutatni, viszont beszéljünk erről a 25-éről, illetve arról, hogy hogyan lesz jótékonyság ebből a tevékenységből, amit ti végeztek. Hát ugye alapvetően pályázataink vannak. Vannak Facebookon kiírt rajzpályázatok, ezek általában tematikusak, de minden évben, illetve hát az elmúlt egy évben 2-3 alkalommal is mindig kiszemeltünk valami olyan egyesületet, vagy olyan szervezetet, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek volt. Budapesten a Menedékház, a Fehérvári Gyermekotthon, Böjte Csaba Árva gyerekei, akik rajzoltak nekünk, és mi pusztán szeretetből megvartuk a gyerekeknek azt, amit rajzoltak, pont ugyanannyit, tehát ott nem volt pályázat, nem voltak nyertesek, hanem mindenki megkapta a rajzot. Most legutóbb a Pető Intézetben vartunk egy csoportnak, anyák napjára adták oda az anyukáknak az ajándékot, mindenki az anyukáját rajzolta le, és mi egy párnára ezt felhímeztük, és minden anyuka megkapta a párnát. Hát nagyon megható volt. Az átadók, a tájék voltak ott személyesen. De tehát a jótékony vonal az ez. És a rendezvényünk az pedig, az is mindenki kérdezi, aki becsatlakozik ebbe, hogy nekünk ez így miért jó, vagy miért is csináljuk ezt az egészet. Pusztán azért, mert szeretjük a gyerekeket, szeretünk nekik örömet okozni. Tehát aki ezekre a kis figurákra ránéz, egyből látja, hogy itt szeretetről igen, van szó. A rendezvényünk is abszolút ilyen teljesen saját pénztárcából finanszírozott rendezvény, nincs egyetlen egy támogatónk sem. Az összes programra és fellépőre való díjat mi úgy szedtük össze, hogy a Facebook oldalunkon a saját varrományainkat bocsátottunk licitre, amit ugye egyébként varrunk ezeken kívül a lényeken kívül,
és az abból befolyt összeget folyamatosan tesszük félre, és erre a gyereknapra fordítjuk maximálisan. Azért gondolom, hogy nagy segítséget nyújtana, ha például valaki alapanyaggal, vagy... Bármivel. Bármivel segítséget nyújthatnak nekünk, akár alapanyaggal, akár azzal, hogy oda jönnek, és tombola tárgyat adnak nekünk a gyereknapi rendezvényre. Bármit. Azért sokan segítenek, tehát van például egy anyuka, aki most már előre csomózza nekünk a dekorációt. Azzal is segítséget nyújtanak, ha valaki eljön, és azt mondja, hogy én jövök nektek, és segítek a gyermeknap lebonyolításában, tudok ott 2 óra hosszát vagy 3-at lenni, tehát bármi segítség. Meséljetek el, hogy hogyan néz majd ki a gyermeknapnak a programja, hol és mikor kezdődnek ezek a programok? Május 25-én szombaton a mobilis központban lesz a gyereknap, 9:30-tól várjuk a vendégeket. Nagyon színes programmal készültünk, amit kiemelnék a Hole Anyó Színház, a Kis Balázs Bűvészt, a Fabula Együttest, az Arabona Parkört, ők egy ilyen utcai akrobaták, és hát jönnek a mentők, tűzoltók és a rendőrség is, amit a gyerekek nagyon fognak szeretni, illetve hát a mentőautók, a Péter Cserny Alapítvány jön ki 2 szuper mentőautóval, bemászhatnak a gyerekek, megnézhetik, lesznek benne kis inkubátorok, avval is megnézhetik, játszhatnak, tűzoltóautókra is rámászhatnak. És rengeteg program lesz. Rengeteg, akkor. És rengeteg kézműves program, és kézműves vásár. És minden mellett egész napos ceremóniamesterünk lesz Bors Balázs, aki a Balázs bácsi játszóházat vezeti. Imádják a gyerekek, és mindenféle csuda dologgal készül a gyerekeknek, ami meglepetés lesz. Ki az a, most már használom ezt a kifejezést, hogy lény, mert ti mondtátok, igen, ki az a lény, és róla mit kell tudni? Ő Simi Maci, az első pályázatunk egyik macia, ő 2 példányban készült el, mert amikor megjöttek hozzám a lények, és elkezdtük őket fotózni, a kislányom őt választotta ki, úgyhogy a készítő megvarta a kislányomnak is. És akkor ott van hozzá, hogyha megtennéd, hogy felemeled, akkor látható az eredeti. Egyébként őt egy miskolci kisfiú rajzolta, úgyhogy ő is megkapta természetesen, de a készítő meg nekünk is csinált egy kis prototípust, és kaptunk rá egy kis szívecskét. Tehát az egy kis plusz, az nincsen rajta. Igen, az nem, eredetim. Az nincsen rajta az eredeti. Azért annak, amit csináltok, talán a legizgalmasabb része az, hogy a gyerekrajzok nagyon sokszor rettenetesen nagy fantáziáról tanúskodnak, és egy picit talán, nem picit, nagyon elrugaszkodnak a valóságtól, nagyon. Hogy lehet mindezt aztán formába, anyagba önteni. Hát sok agyi munka előzi meg alkotó, tehát mielőtt elkezdjük megcsinálni, legalább szerintem egy nap, mire az ember átgondolja, hogy akkor hogy fogja megcsinálni, milyen anyagból fogja megcsinálni, és milyen technikai megoldásokkal. Mondom, gyűjtő munka is, hiszen ezt a sok mindenféle színű anyagot össze kell valahonnan hát ez szedni. Úgy működik, hogyha valakinek nagyon bonyolult dolga van, és mondjuk egymaga nem tud dőlőre jutni, akkor ugye van a Facebookon a kis zárt csoportunk, oda föltesszük, és akkor véleményezés folyik, nincs anyag, küldjük egymásnak, mert ugye 30-an az ország 30 pontján lakunk természetesen körülbelül. Úgyhogy küldözgetjük egymásnak a postán a mindenféle alapanyagokat, hogyha valaki bajban van, és így áll össze egy lény. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok nézőnek fogalmazódik most meg az a fejében, hogy a gyermekeik rajzát ilyen módon örökké tenni. Van erre lehetőség, ha valaki arra vágyik, hogy elkészítsétek ezeket a bábukat, akkor vállalkoztok ilyenre? Természetesen vállalunk megrendeléseket. Ez általában úgy szokott történni, hogy van egy e-mail címünk, oda elküldik a rajzot, és akkor mi megbeszéljük, hogy ki szeretné vállalni, vagy kihez passzol. Tehát már úgy nagyjából megvan, hogy kinek mi a profil. Igen, valaki igen. Például mindig megvan. Pillangókat, és akkor, hogyha jön egy pillangó, akkor ezt tudjuk, hogy mondjuk egyetem. Az Edit fogja megcsinálni. Vannak vagy, olyan stílusú figurék, igen, amik vagy stílusok, egyetemű, igen. Hogy melyik készítő. Ti mit szeretek csinálni? Hű, hát mindent. Én ezt a pónit és az állatkuszt én készítettem, tehát én az ilyen kis, nem tudom, kisebb gyerekektől származó kis cuki figurákat szeretem. Amik igen, kicsit... én meg az ilyen cérna emberkéket, igen. Amik tehát olyan nagy fel. Nagyfejű hát amik még nagyon kezdetleges rajzokcskák, ilyen nagyon, hát én azokat szoktam általában, vagy úgy kedven, de bármit, tehát nagyon szívesen macikat is, úgyhogy nincs nagyon válogatás részemről. A kis lényeitekből mi lesz majd látható május 25-én a Mobilisben? Hát most a pályázatunk, amit kiírtunk ehhez a gyereknaphoz, ugye a mobilis központhoz kapcsolódik, úgyhogy járgányokat rajzoltak a gyerekek. Ez nem csak autót, hanem hajót, léghajót, vonat, mozdony, minden jött, úgyhogy most ezeket fogjuk megvarni. 14-et választottunk ki,
és két példányban, mert lesz egy kiállítás belőle, a mobilis központban, ami szerintem állandó kiállítás lesz, és akkor a gyerekek meg megkapják a más, vagy hát az egyik példányt, a kézjárgányokat. mire elérkezik, május 25-e ezek a dolgok elkészülnek? Persze, ezt ott adjuk át személyesen. Ott lesz az átadó. Ott lesz az átadó, és lesz egy kis meglepetés, majd az egyik kisfiúnak, ő egy tűzoltóautót rajzolt, és a tűzoltók fogják neki odaadni. Hű, reméljük, mert ezt most nem nézi, és nem tudja, hogy róla van szó. Nem nézi. Hol lehet elérni benneteket? Van ez a Facebook oldal, ennek igen, akkor van. Mondjatok egy olyan pontos... Te rajzolsz én varrok, ha igen. Ezt valaki beüti a Facebook keresőbe. Igen, hogyha akárhová beüti. És itt felveheti akkor veletek igen, a gondolatot. Vagy e-mailen a terajzolsz én varrok@gmail.com címen várjuk a biztos, hogy sok e-mailt fogtok kapni. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagyon sok sikert kívánok. Május 25-éhez. És várunk titeket is sok szeretettel. Mindenképpen ott leszünk, ezt megígérhetem. Köszönjük. Ahogy arról már elmúlt adásunkban is beszámoltunk, a nagy sikerű budapesti rendezvény után idén első alkalommal Győrbe is elhozták az Édesnapok Fesztivált az esemény főszervezői. Szerintük ugyanis fontos, hogy a bor és pálinka kultúra mellett a csokoládé is reflektorfénybe kerüljön. A Széchenyi térre épült standoknál található nyalánkságok mellett számos kulturális kísérőprogram övezte az Édes Fesztivált. Mi is belekóstoltunk. A fesztiválok városa Győr. Ezt erősíti az a tény is, hogy egy újabb rendezvény szervezői döntöttek a Széchenyi tér vonzereje mellett. Az elmúlt hétvégén az Édesnapok költözött a barokk térre, a standoknál pedig csokoládék és egyéb finomságok várták az érdeklődőket. A nyári nyitókoncert előtt öröm számomra, hogy egy nagyon színvonalas rendezvényt tudtunk idehozni, és természetesen köszönet a szervezőknek, akik Budapesten kívül, hiszen a budai várban minden évben megrendezik az Édesnapokat, rendkívül népszerű, és egyedül Budapest kivételével Budapest után Győr városát választották. Valóban azt gondolom, hogy sikeres program lehet, hiszen ez a családoknak szól, fiataloknak, időseknek, apukáknak, anyukáknak, és a csokoládéról, arról a csokoládéról, amely boldogság hormon termel, és mint tudjuk, ez a csokoládé a legjobb pszichológus, ráadásul nem is kell időpontot kérni hozzá. Amint egy 50 kiállító között feltűnt a Budapesti Csokoládé Múzeum is. 17 évvel ezelőtt elkezdtem gyűjteni a csokoládés dolgokat. Először egy nagyon szép macskanyelves csokoládés dobozt vásároltam meg Szentendrén, és hát ez egy kicsit megérintett. Azóta már több ezer különböző csomagolás, dobozok, bútorok, a csokoládéval kapcsolatos relikviák vannak, és nálunk nem csak, mint általában múzeumban nézni lehet, hanem a történelemnek megfelelően felújítottunk recepteket, és sok-sok kóstoló van a csokoládé programban. A legkülönlegesebb a pálinkás csokoládéink, Barac Szilva körte cseresznye pálinkával töltött csokoládé golyók vannak nekünk, és még van egy nagyon különlegesünk, tokai hárompottanyos asszóval töltött csokoládé. És erre a győri édes napokra azzal készültünk a főszervezővel, hogy a Gyermeklánc Alapítvány javára fogunk egy finom, friss csokoládé és marcipánt kóstoltatni. Egy ilyen friss marcipánt lehet felszórni egy pálcára, belemártunk friss csokoládéba, és hát akinek ízlett, akkor bedob az alapítvány javára valami kóstolót, és a rendezvény végén a alapítványnak ajánljuk föl a gyerekek javára. A grillás kedvelők sem maradtak finom falatok nélkül, ennél a standnál például grillás kolbászt és cukorvirágot is kóstolhattak az Édesnapok vendégei. Mátyás korától ered a maga a grillás torta készítése, és régen nem csemege, hanem orvosság gyógyszerként, mert torkfájás, a köhögés, a nagyon finom a diós, magyaros, szezámmagos grillás. És itt úgy látom, hogy nagyon kedvező a fogadtatása, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Az összetevőket már elmondtad, de hogyan is készül egy grillás?
maga a grillás, olvasztott cukor, és ebbe darált dió, vagy valamilyen olajos magörleményt teszünk bele, apróra darálva, és maga a kész is egy ilyen egylemű anyagot kapunk, és csak hát annyi a bibi, hogy igazából, hogy egy kicsit meleg, ugye 80-85 fokos, és ezzel az anyaggal kell dolgoznunk, és ebből olyan dolgokat is el lehet készíteni, mint a sima piskótás tortából nem. A grillázsok közül is vannak különlegességek, és ti is különlegességekkel készültetek. Van itt úgynevezett grillás kolbász, és van cukorvirág, és most egy cukorvirágot tartasz a kezedbe. Ezekről mit kell tudni? Igen, a mai napon még több finomságot készítettünk, amelyek különböző olajos magokat, valamint az, ha a gyümölcsöket és valódi eredeti gyümölcspasztákat tartalmaznak, és vannak olyan termékeink, amik részben mézet is tartalmaznak. A grillás kolbász csak formailag kolbász kinézetű, mert fele szezámmagos, fele meg diós grillásból készült, valamint a cukorvirágjaink pedig tragan cukorból készülnek, amelyek porcukor, egy kevés víz és zselatin megfunkálásával, és minden egyes szirmot egy-egy kis szál, vékony kis drótra rá, készítünk, és utána festékszórópisztolyjal, természetes hitelszínezékkel ezt megszínezzük, és a szirmokat egyenként kiszárítjuk. Majd ha kiszárat, egy-két nap múlva összekötözgetjük a virágokat. Tagadhatatlan, hogy hazánkban van pálinka és borkultúra, van csokoládékultúra, és beszélhetünk erről? Szerintem mi nagyon nagy lépéseket tettünk annak érdekében, hogy legyen. Sajnos 1945-től gyakorlatilag az, hogy csokoládé kommunikáció nagyon-nagyon hiányosan létezett. Jó esetben a szakma akkor tudott kommunikálni, amikor megkérdezték tőle, hogy miből van a Mikulás, meg miből van a húsvéti nyúl. De gyakorlatilag az emberek többségének fogalma nincs arról, hogy mi az, hogy kakaomassa, mi az, hogy kakaobab, miből van a csokoládé, mi a különbség a tej és az étcsoki között, körülbelül ilyen szinten vannak talán az ismeretek. Ugyanakkor mi magyarok rendkívül kreatívak vagyunk, büszkék vagyunk arra, hogy fifikásak vagyunk, pörgős agyunk van, és hogyha belegondolunk, se Svájcnak, se Ausztriának nincsenek kakaóba ültetvényei. Ugyanis a csokoládéhoz fantázia kell és marketing. Ebben a kettőben mi magyarok mindig erősek voltunk, tehát itt be kell valóban pótolnunk egy hatalmas 50-60 év kihagyást, de hogy a magyar édességgyártók 100 évvel ezelőtt is már olyan dolgokat alkottak, amiben egyedülállóak voltunk, hát kevesen tudják, de a konyakos megy is magyar találmány, vagy a dobostorta is. Tehát mi nagyon bízunk, hogy nagyon hamar oda tudunk érni az elithez, és én nagyon bízom abban, hogy olyan szaktudás van ma már egy-két magyar kézműves gyártónak a fejében, meg a kezében, hogy nagyon hamar tarolni fogunk európai csokoládé versenyeken, és azért dolgozunk, hogy egy olyan országimást alakítsunk, és egy olyan turisztikai célt Budapest mellett most már Győrnek is, hogy a csokoládé egy olyan hívószó, ahova nemzetközi szinten, ahogy egy Forma 1-re vagy a Sziget Fesztiválra elindulnak a tömegek, turisták tömegei jöjjenek Győrbe és Budapestre, használják, hogy csokoládé, mert a budapesti fesztiválunk Európa viszonylatban is most már a harmadik, negyedik legnagyobb tematikus rendezvény. A kóstolókon, zamatos bemutatókon túl zenei programok is színesítették a hétvégi édesnapokat, mely a fővároshoz hasonlóan Győrben is sikeresen debütált. Fogékony a reál tantárgyak iránt, szereti a matekot és a fizikát, de amit még ennél is jobban kedvel a fiatal tehetség, az nem más, mint a zene. Vendégem a Liszt Ferenc Zeneiskola orgona szakos növendéke, Gici Balázs. Szia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Orgona szakos vagy, és itt nem egy orgona van, ez hogy történhetett? Hát az alaphangszerem az orgona, és azt szeretem a legjobban csinálni, csak hát itt a stúdióban sajnos nincsen orgona. Pedig azt is szívesen megmutatnám egyszer, hogyha a bazilikába elmennénk, akkor ott szívesen játszanénk. Én erre itt most szavamat adom, hogy egyszer el fogunk menni veled a bazilikába, orgonát behozni a stúdióba, ugyanis eléggé bajos. És ez a szép részfúvós hangszer hogyan került bele az életedbe? Hát rengeteg részfúvós ismerősöm van, és ők megszerették velem ezt a szép hangszert. A harsona azért tetszett, mert trombitálni, hát azt mondom, hogy mindenki tud. Vagy igen? Hát nem mindenki tud, de az a legismertebb hangszer a részfúvósok közül. A barátom kürtös, úgyhogy azt nem akartam.
A tuba az nem tetszett annyira, mert az olyan mély, hát maradt ez a szép harsona, de ezt nagyon szeretem csinálni. Meg ennek az az érdekessége, hogy nem billentyűkkel szólaltatjuk meg a hangot, hanem ezt az úgynevezett toló cugot húzzuk rajta. Ez a hosszú? Igen, az. Uh-huh. És ezzel képezzük a különböző hangokat. Úgyhogy nagyon érdekes hangszer, és nagyon szeretem. Akkor amikor megtetszett a részhúvós világ, akkor mindjárt ez volt a hangszer, amit kiválasztottál? Hát már nagyon kiskorom óta akartam rajta játszani, csak arcüreg problémáim voltak, úgyhogy azért nem is részhúvóssal kezdtem el. De aztán mégis erre vitt az élet. Akkor egy picit most kanyarodjunk mégis vissza a másik hangszerhez, az orgonához. Mely orgonákon játszottál már itt a környéken? Hát itt a környéken játszottam a esztergomi bazilikában, a pécsi bazilikában. Az nincs is annyira a környéken. Nincs, de ezek nagy hangszerek Magyarországon. Én vagyok a győri Keresztelő Szent János templomnak az egyik orgonistája, meg a győri Bencés templomnak az egyik orgonistája. Tehát akkor téged akár egy vasárnapi szentmise alkalmával meg lehet hallgatni. Igen, a vasárnapi hetes miséken én szoktam orgonálni. Ahhoz mi kell, hogy valakit közel engedjenek egy ilyen nagyon értékes templomi orgonához? Mit kell letenni az asztalra? Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Nagyon sok orgonát szerettem volna kipróbálni, és úgy próbáltuk fölvenni a kapcsolatot, és így mindig rám néztek, hogy ez a kis valaki mit akar itt, és amikor nagy nehezen fölengedtek, és megmutathattam valamit, akkor azért úgy elkezdtek tisztelni. Ez nagyon érdekes dolog. Mesélj ilyen történetet, mikor történt ilyen konkrétum veled? Hát például amikor Passauban voltunk, a passaui domnál is így rám néztek, hogy mit akar ez itt, meg például az Egri bazilikában. Túl fiatalnak gondolnak, vagy kicsinek, vagy nem vagy elég hatalmas méretű, vagy mi az, ami miatt úgy gondolják? Hát szerintem inkább a korom miatt, hogy még nem lehetek annyira elmélyülve ebben a hangszerben, mert ugye ezt nem is lehet rögtön a zeneiskolában elkezdeni, hanem ehhez nőni kell. Hogy történt az, hogy mégis ilyen fiatalon, ilyen magas szintre emelted ezt a zenebeli tudást? Hát úgy kezdődött, hogy Szent Ivánon nagyon érdekelt ez a hangszer, ott láttam fönn azt a hatalmas orgonát, azzal a rengeteg síppal, és fölmentem a kántorhoz megkérdezni. Akkor még ő volt a kántor, aki ma zongorán fog engem kísérni, amíg harsonázom, és fölmentem hozzá, és elkezdett tanítani Fülöp Ferenc, kürtművész. És nagyon megszerettem ezt a hangszert, beiratkoztam a kántorképzőre, már azt is elvégeztem, és most a konzi harmadik évfolyamos tanulója vagyok. Ezek szerint akkor nagyon komoly terveid vannak a zenéléssel, vagyis hogy ez lesz az életed? Hát jó lenne. Mit kell ahhoz tenni, hogy ez valóra válhasson, ez az elképzelés, ez az álom? Hát rengeteget kell gyakorolni hozzá. Van úgy, hogy hazaérek az iskolából, és akkor még 2-3 órára beülök a templomba, és akkor ott szigorúan gyakorolni. Azért ez óriási elhivatottság kell, tehát akkor te ezt valahol belül nagyon mélyen eldöntötted, és nagyon vágysz rá, hogyha jól gondolom. Hát igen. A bazilikában én orgonáltam az iskolánk ballagásán, és előtte egy hónappal kitaláltam, hogy ezt a darabot milyen jó lenne eljátszani, és hát addig nyúztam, amíg sikerült megtanulni addigra, úgyhogy rengeteg gyakorlás kell hozzá. És talán egy pici szerencse is, hiszen ezek szerint van gyakorlási lehetőséged, és hozzájutsz orgonákhoz, mert hogy felfedezték a tehetségedet. Igen, igen, igen. Ki az, akinek ez köszönhető? Ki az, aki ezt neked saját magadon kívül természetesen, aki lehetővé teszi számodra? Hát a szüleim először is, aztán a Feri bácsi, aki elkezdett tanítani, ő általa ismerkedtem meg az orgonistákkal, és amikor eljutottam a kántorképzőre, akkor már ott Győr összes orgonistáját, vagy hát egyház zenészét megismertem. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmesélted nekünk, most már csak egy dolog van hátra, hogy elmondd, hogy majd a műsor végén milyen zenét fogunk hallani. Hát a műsor végén Handelnek a győzelmi kórusát fogom elfújni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és itt vagy velünk. A Kultúrában az elmúlt héten vendégül láttuk az Öt Templom Fesztivál főszervezőit, akik akkor egyedülálló rendezvénysorozatuk programjából adtak egy kis ízelítőt. A fesztivál hétfőn véget ért, de a Kultúra kamerája számos eseményt nyomon követett az elmúlt napokban. Most ebből láthatnak egy rövid, ám nagyon színes összeállítást. Thank you.
Ágoston Béla és Mizsei Zoltán dúója az idei öt templom fesztivál nyitó térzenéjén. Középkori és reneszánsz dalok csendültek fel a Rát Mátyás téri kápolnában, amely ezúttal az újvárosi fergeteg miatt tárta ki kapuját, csak úgy, ahogy a Kossuth utcán fekvő, öt különböző vallást hirdető egyéb egyházi épületek is. Nagyon sok szabadtéri programunk van, az Újváros rehabilitációhoz kapcsolódva. Ma reggel úgy fogalmaztam egy rádióban, hogy az Újváros rehabilitációt ünnepelve sok szabadtéri programmal készültünk, ahol megmutatjuk Újvárosnak azokat a kis szegleteit, mint például ez a kis kápolna is, ami nem annyira kézenfekvő, főleg nem kézenfekvő, mint koncerthelyszín vagy előadáshelyszín, illetve hát a rehabilitációnak a folyamatába is bekukkantást nyerhetnek az érdeklődők az újvárosi séták kapcsán, a házakat is megmutatjuk. Maradunk Újvárosban, ez egy újvárosi fesztivál, tehát a hídon nem fogunk átmenni a belváros felé, illetve hát csak esetleg utcaszínházi produkciókkal, de Újvároson belül szeretnénk egyre több helyet megmutatni, a templomokon kívül is egyre több parókia udvart, régi épületeket, parkokat, tereket, és ahogy a rehabilitáció halad előre, erre egyre nagyobb lehetőségünk van, mert egyre szebb helyeink lesznek. Ennek a produkciónak az a cím, hogy Oltári Dudaszó, és azért ez a neve, mert egy templomi környezetbe illeszkedő produkcióról van szó, és Pál Kálmán, a fesztivál igazgatónak volt az ötlete, hogy hozzuk ezt ki ide, ebbe a kápolnába, hogy a hazafelé sietőknek, éppen erre járóknak, meg hát persze azoknak is, aki a fesztivál műsorát követve direkt hozzánk érkeznek, tudjunk egy kis csodát a hétköznapokba vinni, és egy ilyen érdekes mesebeli helyet varázsoljunk ide ebbe a kápolnába. A kápolnától alig néhány méterre Majoros Gyula jóvoltából egy különleges kiállítást tárult a menházba látogatók elé. Ennek a tárlatnak a címe az, hogy öltések, és hát itt tulajdonképpen a nagyapámnak az emlékéről van szó, mert a nagyapám egy olyan ember volt, akinek Úri Szabó mestersége volt annak idején, és én gyerekkoromban gyakran ültem a Szabó műhelyébe, és ott a másik teremben látszik egy ilyen vasalódeszka, és azon lovagoltam, miközben ő szájába gombos tűkkel tűzdelte az akók alkatrészeit a próbababára. És hát tulajdonképpen egy pár éve, amikor a szülői háznál jártam, és így a padlás fele vettem az irányt, fölmásztam, és körülnéztem, és megtaláltam ezeket a vasalódeszkákat, és akkor onnan beugrott ez az egész dolog, és akkor gondoltam, hogy milyen szép lenne, hogyha csinálnék tulajdonképpen egy ilyen emléket a nagyapámnak, egy ilyen az öltésekkel vagy a szabósággal kapcsolatos egy kis emléket. A kiállított tárgyakat egy párna labirintus is átszőtte. Tulajdonképpen ezeket a párnákat én vartam, és hát a párnák azok legalábbis az én olvasatomban azok nagyon sok álmot őriznek, és hát tulajdonképpen a párna és az álom párosítását gondoltam én így, hogy van egy olyan párna sor, ami össze van kapcsolva, és tulajdonképpen rengeteg álmot és titkot őriznek, amit csak álmukban látnak, meg álmukban játszanak végig magukban az emberek. Vagy nem is magukban végig, hanem igazából ott élik meg azokat a dolgokat, amiknek mondjuk a valósághoz is annyi köze van, hogy egy ilyen kis szűrő a valóság és az álom között.
Nem lenne igazi az Öt Templom Fesztivál zenekarok nélkül. A koncertek sorában a muzsikás együttes is helyet kapott. A csapat a rendezvény történetében is fontos szerepet játszik, hiszen 8 évvel ezelőtt ők indították el a templomi kavalkádot. Bizony ez így volt, de már évekkel ezelőtt volt, és akkor is nagyon meghatódtam, amikor ebbe a gyönyörű templomba beléphettem, és most is. Úgyhogy egyből arra gondoltunk, hogy a műsornak akkor legyen része szakrális ének is, és legyenek olyanok, amik a népzenében vannak, de valahogy azt a lelket emelő funkciót látják el, ami egy templomba is illik. Mindig nagyon szívesen jövök Győrbe is, és mindig nagyon szívesen rólam köztudott, hogy bármire járunk a világon, én mindig eltűnök, és valahol egy templomba találnak meg, előbb-utóbb vonzódom ezekhez a kitüntetett helyekhez, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt Győrben fölvállalták azt, hogy ezeket a nagyon fontos tereket, ezeket muzsikával, és hát persze emberekkel, emberi lelkekkel töltik meg. A muzsikás együttes 40 éves az idén, és ennek a kapcsán néhány koncertet csinálunk. Lesz majd egy nagyon nagy koncert, nem tudom, hogy ezt szabad-e már híresztelni, úgyhogy ez még vegyék úgy, kedves nézők, hogy ezt titok egyelőre. A Sziget Fesztiválon lesz egy önálló nagy koncertünk, és az országban többfelé is ennek a koncertnek különböző változatait bemutatjuk, sőt a terveink szerint a határon túl is lesz ennek koncert változata. El is telt a 60 perc a kultóra. Annyi minden történt, hogy Malasics Zsolt különleges hangulatú kiállítás megnyitójáról majd csak a jövő héten számolunk be. Addig látogassák meg a tárlatot a Lloyd épületében. Mi pünkösd után kedden a szokott időpontban friss kultúrával jelentkezünk. Addig pihenjenek sokat, és ha lazítani szeretnének, mindenképpen keressék fel internetes elérhetőségeinket. Mind a Facebookon, mind pedig a Győr Plusz Televízió honlapján. Balázs produkciójával kívánok Önöknek további kellemes hetet. Viszontlátásra! Műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezetőt a Mélyó Csix és a Rúzs öltöztette. Rúzs, stílus, divat, elegancia.